Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban folytatjuk a Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény bemutatását a 14. számmal, a 411-es LE 1970-ből, vagyis ez a 4-es típus. Egy kicsit ismeretlen számomra is ez a modell, úgy most ismerkedtem meg vele. Ugyan mindenképpen egy izgalmas modell. Ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem természetesen most is, és akkor már bele is csapunk. Szokás szerint ugye egy kicsit belelapozunk az újságba, egy kicsit foglalkozunk a történetével. Aztán majd a végén megnézzük a modellt. Na hát itt az újság elején látunk egy szépen felújított darabot, egy átfestett, hát egy ilyen lilás kék színű darabot. Kicsit én úgy látom, hogy ez úgy meg van ültetve, illetve a felni is más rajta. Szerintem nem is ide való az a felni. Legalábbis én nem úgy látom, hogy ez nem nagyon passzol a típushoz. De minden esetre hát egy szépen felújított darab. Nem egy sűrűn előforduló példány, szerintem örültek, hogy ezt is úgy találták, hogy tudjanak képet készíteni. Na hát akkor újság elején vagyunk. A hosszú orrú 4-es típus, ez volt a beceneve, hogy hosszú orrú 4-es típus, itt a felső képen láthatjuk, ugye előle itt ez a 411-es, mögötte pedig az előző modell paletta, a Volkswagen művek addigi termék palettája, ugye a Bogár, az 1-es típus, a Transporter és a 3-as típus. 1968-ban a Volkswagen még kitart a farmotor mellett, de a 4-es típussal, amely a szalonokban 411-esként kerül, a Wolfsburgi gyár mégiscsak piacra viszi az önhordó karosszériát, csőváz és középső alagút nélkül. Tehát ez volt a gyárnak az első modellje, ami már önhordó karosszériát kapott. Kezdetben, ugye az 1.7-es 1,7 literes 68 lóerős változatú motort kapja, amit hát az első évben ugye 1968-tól dobták ugye piacra, és hát az első évben alulmúlt a várakozásokat, ugye érdeklődés és eladások tekintetében, ugye aztán gyorsan 1962-ben átdolgozták, ekkor kapott egy erősebb átdolgozott motort, ugye több mindent átdolgoztak rajta. Itt egy benzinbe fecskendezős motort kapott, 80 lóerővel. Itt az alsó kis képen láttunk egy darabot, egy ilyen korabeli képet. Kétajtós volt alap verzióban. Ugye korábbi modellek a Volkswagennél csak kétajtósak voltak. Ez volt megint csak az első olyan modell, ami már elérhető volt 4 ajtóval is, illetve később elérhető volt a variant is. Ez a kétajtós, ez nem volt annyira népszerű, inkább kapósabb volt a 4 ajtós, illetve később már, ugye 1971-ben, már jóval népszerűbb volt a variant kombi modell, ebből is adták el a legtöbbet egyébként a kombiból. A csomagtartója az 400 liter volt, ugye, ami elől volt. Szemben ugye itt még ugye kitartott a Volkswagen a farmotornál, míg a konkurencia, ugye az Opel Rekord C, már
ormotoros volt, de hátsó kerékhajtású, illetve a Ford is piacra dobta ekkor a P7-es típust, ami már első kerékhajtású volt. De Volkswagen valamiért ragaszkodott ehhez a formotorhoz. Hát itt a következő korabeli képeken láthatjuk a Variant kombit és a limuzint. Előről semmi különbséget nem látunk, hátulról már látszódik a különbségek. Ugye itt a limuzin motorház teteje, a lökhárító hátsó, a lökhárítótól a hátsó ablak aljáig ér. A variantnál a hátsó ajtók nyitása után lehetett hozzáférni a motor térhez, miután felnyitottuk az alján lévő tárolóhelyet, illetve a tárolóhely fedelét. Így látszódik ugye a különbség. Ez a kombi ugye, és ez a limuzin. Itt láthatjuk ezt a 400 literes csomagteret. Hát elég aprók ezek a képek, azért rakadtak volna benne nagyobb képet is, szerintem. Itt a motortér, ugye ez a lapos építési boxermotor. Itt láthatjuk a belteret, tágas belső tér, fekvő helyzetben döntetőek és kényelmesek az első ülések, támlái, és csak ugyan racionális a műszerfal elrendezése. És itt egy kicsit írja is a motort, ugye 68 után 85 lóerővel, nem is jól mondtam az előbb, 85 lóerős volt. Kezdetben 68 lóerőt adott le, 127 Nm-rel, és 69-től 73-ig már többpontos D-Jetronic szívócső befecskendezővel értek el 80 lóerőt, és 135 Nm nyomatékot. 73 és 74-ben már visszatértek a karburátoros megoldáshoz, már 75 lóerős volt, illetve 85 lóerős változatban is elérhető volt. 69-től már ilyen dupla fényszórót kapott, ugye 68-ban ovális volt, és ez az LE felszereltség, ugye alapverzióban E volt tehát 411E volt az elnevezése. Az LE az egy hát feláras extra volt. Tartozott, tehát az L jelzéshez ugye tartozott óra, éjszakai állásba váltható belső visszapillantó, sminktükör, velúrszőnyegek, fekvőhelyzetben döntető első üléstámlák, és kívül több a kromdíszítés. Mivel a fűtési teljesítmény alapból gyenge, ugye a léghűtéses motor miatt az autóba álló fűtés került időkapcsolóval, gyakran és szívesen választották a vásárlók a következő extrákat, mint például a első fejtámlák, a hátsó ablakfűtés, műbőr üléshúzat és tolótető. Tehát ezek a feláras extrák tartoztak az L jelzéshez. Hát ugye ezek már manapság már mint magától értetődőek, ebben az időben még ugye feláros extrák voltak. Na. És akkor ugye a 2-4 ajtós és a kombi mellett negyediknek kidolgoztak egy kábriót is, ezt láthatjuk itt fölül, ami aztán nem jutott el sorozatgyártásig, 2 darab prototípus készült el belőle. Itt egy kis műszaki részlet. Kicsit így mutatom, akarjátok, megállítsátok a videót, és el tudjátok olvasni.
és akkor el is érkeztünk ide a műszaki adatokhoz. Ugye itt a 68-as példány, ez a bizonyos óvális lámpás verzió, és itt még ugye nem volt az orrán króm díszléc, meg a Volkswagen embléma is itt fölül volt a csomag térfedélen. Ugye 69-től már ugye kapott egy króm díszléc, és közötte volt az embléma. Így nézett ki a felni. És akkor itt vannak a műszaki adatok. Ezt mutatom így nektek. Hát ennyi. Akkor az újság. Nem lapozom tovább, mert már így is elbeszéltem vele az időt, de azért remélem, hogy sikerült bemutatni ezt a modellt. Az előző 14. számot ugye kicsit elkapkodtam, és elfelejtettem bemutatni a következő számot. Itt most nem felejtem el. A 15. szám, tehát a Santana lesz, ami számomra szintén a nagyon várós modell. Régóta vágyok már egy ilyen modellre, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt a modellt. Na, ennyi volt akkor az újság, tehát nézzük is akkor a modellt. Hát ugye szokásos, ugye háttér kép. Hát ugye az így néz ki, ugye ezt nem szoktam megmutatni, de így néz ki a hátsó része. És akkor egy nagyon szép, hát ilyen sötétkék színű modellt kapunk, és sok mindent szerintem nem is kell beszélnem róla, mert a szokásos, gyönyörűen kidolgozott részletgazdagon, aprólékosan kidolgozott, gyönyörű, szép modell. Tényleg minden részletre odafigyeltek, a beltér gyönyörű. Itt is ugye meg van festve, szépen ki van alakítva, kidolgozva. Az ülések, hát csak az ülések vannak megfestve, egy ilyen bordó színt kapott, és vannak fejtámlái, tehát láthatjuk, hogy ez a extra felszereltségű LE modell. Látható, hogy egy fejtámlás, hát gondolom, hogy műbőr ülések, ezért kapott ilyen bordó fényezést. Az ablak kédergumik ugye szépen meg vannak festve, nagyon szépen ki vannak hangsúlyozva, hogy a szellőző rácsok, rostélyok, nincsen megfestve a rács közök, de nincs a festék befolyva, nincs összefolyva, tehát szép, nagyon szép, egységes a fényezése. Itt ugye a csomagtérnek a szellőzője is, vagyis a csomagtér a motorháztetőnek a szellőzője is nagyon szépen ki van hangsúlyozva. Itt a C-osztopnak a szellőzője is, tehát nagyon, nagyon rendben van itt az emblém, a típus felirat. Hátsó lámpa az gyönyörű, nagyon szép. Tényleg minden meg van rajta festve. Itt is ugye a belső visszapillantó tükör meg van festve. Hát nem tudom. Most én így látom, hogy a műszerek is meg vannak festve, illetve föl vannak matricázva. Hát így nem tudom megmutatni sajnos, mert hát próbálom, de nem. Na, most már azért is az előbb elkapta rá fókuszát. Hát próbálom. Na, most talán rá fókuszát. Látszik, hogy ott vannak a műszerek. Tehát nagyon szép. Nehezen fókuszál rá, mert ugye az ablakok ugye felhúzott állapotban vannak. De gyönyörű a beltér, szépen ki van dolgozva, az ajtókárpitok is, minden. Ugye ez az átdolgozott példány, 1970-es, ugye ez a dupla
fényszórós, nem az ovális. Itt látható, amit az előbb mondtam, ugye, hogy a két lámpa között ugye egy krómozott díszléc, és között az embléma. 68-ban itt volt fölül az embléma. Hát talán egyetlen szépséghibája a kerék. Lehetne azért a kerekek szebbek is. Hát nem tudom, hogy kerekekre miért nem tudnak odafigyelni. Hát lecsavarozom a talpazatot, aztán mutatom is az alját, ami így sikerült. Hát szerintem rendben van, ez azért elég szép, részletes. Szokás szerint ugye kipufogó megfestve, hát rendben van. Ez ugye azt nem mondtam, hogy amikor mutattam be a típust, hogy ugye ez volt szintén az első olyan modell, ami elől megfelzon rendszerű felfüggesztés kapott, hátul meg ilyen csatolt lengőkaros csavarrúgó megoldást kapott. Megmutatom még egyszer egy talpazat nélkül. Hát már a 15 percen túlszaladtam, amit ugye kijelöltem magamnak, de mindegy. Na, ennyi lett volna ez a modell. Remélem, hogy tetszett. Hát jövök még ebben az évben. Ugye megrendeltem az Icarus a 60T-t, ugye a régi idők legendás autóiból. Hát még nem kaptam meg, ugye be akartam mutatni még ebben az évben szilveszter előtt, de lehet, hogy nem lesz belőle semmi, mert nem fogom megkapni. Akkor az már tolódik jövő évre. Lesz még egy ugye szokásosan egy évvégi évértékelős videó, azt majd szilveszter környékén. Illetve terveztem még egy apró kis meglepetés videót is, de azt még nem tudom, hogy össze tudom elhozni, remélem, hogy meg tudom csinálni. Úgyhogy nagyjából ennyi. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett a videó, lájkoljátok, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!